Sziasztok, Arzsolyok, üdvözöllek titeket a konyhában. A mai videómban egy húsvéti receptet fogok veletek megosztani. Amikor egy húsvéti tojást fogunk elkészíteni három hozzávalóban. Ha érdekel titeket a recept, tartsatok velem és mutatom is, hogyan készül. Sziasztok a konyhában! Sziasztok! Ez az egyszerű édességhez kelleni fog három evőkanál. Csuvaj. Igen, 225 g. Piacsokor. És 125 g gabonapehely. Én most ilyet választottam, a rizseset is választhatjátok. Ennyi kell az alaprecepthez, viszont én díszíteni fogom. 5-10 deka csokit fogok felolvasztani. Természetesen olajjal, van itt még szórócukor, és egy kis olaj a forma kikenéséhez. Kézzel is meg lehet formázni, de mi most egy ilyen gagyi tojás formát fogunk használni, és ezeket a formákat hoppá is fogjuk használni. Ott is? Na! Kezdjünk is hozzá! Okay. Azzal kezdjük, hogy a pillecukrot a vajjal összeolvasztjuk vízgőz fölött. Először is ezek nagy pillecukrok, úgyhogy összevágom picikre, hogy jobban olvadjanak. Ha már az olló nagyon ragad, akkor vágunk vele egy kis vajat, és akkor vághatjuk tovább a pillecukrot. Na, most hozzáadjuk a vajat, igen, és akkor mehet a vízgőz fölé. Igen. Na, most már forrik a víz. Bocs, forr a víz. Látjátok? És akkor most már csak egy kis türelemjáték, de meg lesz az olvadás. Ezt egyébként mikróban is meg lehet csinálni, csak fél percenként nézzetek rá és kavarjátok át. Na, haladunk most már. És? Nincs még kéz, de már majdnem. Ez az a pillanat, amikor már majdnem elolvadt minden. És elzárjuk alatta a gázt, és addig keverjük, amíg teljesen el nem olvad az összes dolog benne. Készen is vagyunk, vigyük vissza az asztalra. Jó folyékony. Tessék! Úgyhogy most szépen belekeverjük ezt. Ha nem boldogulunk, nyugodtan mártsuk meg az olajban a spatulát, és úgy folytassuk. Na, ha ez megvan, akkor a tojásokat kikenjük olajjal. Olajozott kanállal teszünk bele a masszából. És akkor jól összenyomjuk. Ami nem kell, azt levesszük. Meg is van a tojásunk, ahova kell, oda még rakunk egy kicsit. Így. Oké, okay. Hagyjuk megdermedni egy nem zsírpapíron, hanem sütőpapíron. Itt a másik. Jól összenyomtuk, kivesszük. Anya, nem kell mesütni. És ezt is hagyjuk megdermedni. Anya, nem kell. És az összeset így megcsináljuk. Na, ha kész vagyunk és már mindenhol ragadunk, akkor jól dolgoztunk. Még nekem kellett 2-3 evőkanál olajat utána töltenem. Itt vannak a tojások. Van kisebb is, nagyobb is. Kinek milyen formája van, igazából ez már így meg is dermed. Még van egy pár, aminek meg kell dermednie, és ha esetleg egybeáll, mielőtt végeznénk, akkor vízgőz fölött vissza lehet melegíteni, úgyhogy nem kell aggódni amiatt, hogy úristen megdermed, vissza lehet melegíteni. Szóval várni kell egy 10-15 percet, aztán pedig vagy ez így marad, vagy jöhet a díszítés.
Na, felolvasztottam 6 deka csokoládét egy pici olajjal, beleraktam egy nyomózsákba, és a tojásokat pedig felszúrtam egy nyásra. A pedig egy süti. Ez már készen van, Krisztián kidekorálta nekem. Igen. Látjátok, milyen szép lett? Igen. Most jön az én fajta dekorációm. Igen, másik. Jó. Pici lyukat vágok az acskóra. Hogy jó lett a... Hogy? Az a csiga-biga. És akkor ezzel lehet a tojásokat dekorálni. Dekorálni? Nagyon szép dekorás. Jó. És így a nyással tudjuk forgatni őket. Hely, olyan esik! És ha kész vagyunk a dekorálással, fogunk egy poharat, belállítjuk, és betesszük a hűtőbe, amíg megdermed. És a többit is így dekoráljuk. Lehet rárakni egyébként szórócukrot, vagy fehér csokival is lehet dekorálni, vagy az egészet csokiba mártani, vagy lehet különböző mintákat is rajzolni, ahogy nektek jól esik. Így bele is lehet forgatni a cukorkába, és akkor még színesebb lesz. Igen, és meg is. És a csokira most ilyenkor rá is ragad, úgyhogy itt is lenne a kis tojáskánk. Magához a tojáshoz 3 hozzávaló kell. Igazából nem muszáj tojás alakúra készíteni, egy tepsit, ha kibéreltek sütőpapírral, azt meg kell olajozni, abba is bele lehet nyomni, és akkor lehet szeleteket készíteni belőle. Ezen kívül pedig lehet bárhogyan díszíteni. Itt is van a tojás. Lehet, ezen jobban látszik, hogy hogy is áll össze. Tehát látszik a gabonapehely, látszik a pillecukor, és ezen kívül ugye csokival díszítettem, szórócukorral, és igazából azzal díszítitek, amivel csak szeretnétek. És ennyi. És azt kell elmondanom erről a tojásról, hogy igaz, hogy pillecukrot tartalmaz, viszont amikor eszed, mégsem érződik olyan gejl édesnek, hanem inkább ilyen roppanós finomság, ami igazából bármikor megehetsz mondjuk evéd után, vagy 10 órai után. Úgyhogy ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ti is ezt a receptet. Mint láthattátok, egy gagyi kinder tojás sablont használtam, vagy a kinder joyos keretet, ha mondhatom így, de igazából kézzel is meg lehet formázni, kell hozzá egy fagyikanál, amivel körülbelül mindig ugyanakkor a mennyiséget mértek ki, és igazából a lényeg az, hogy legyen olajos a kezetek, és utána pedig úgy formázzátok ezt a masszát, ahogy akarjátok. Csak vigyázni kell vele, mert az elején még nagyon-nagyon meleg. Sima étolaj helyett használhattok kókuszolajat, és ez már csak rajtatok múlik. Na, szóval ilyen belülről. Remélem tetszett ez az egyszerű tojás receptem. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjátok meg nekem kommentbe, hogy ti mivel díszítenétek ezeket a tojásokat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jó húsvétozást, sziasztok!